Üdvözlök mindenkit! nekrokrim vagyok. Nos, lezajlott a tenókon srácok, és így hát ültem a, a monitor előtti másfél óráig, és wow, azt a kurva, úristen, ez nagyon jó. Szóval azt hiszem, hogy a, a kínai befektetőnek a pénze úgy néz ki, hogy elég jó helyre megy, és a Warframe egy egy, egy számomra legalábbis egy nagyon pozitív irányt uh, vesz föl, és talán egy új kezdetet is adhat az olyan öreg játékosoknak, mint én, ugye, akik már szinte Daisy Rótól játszanak nekem. Nagyon jól esett látni, amit láttam. Ha nézzétek meg a Plays of Eldolon um, 17 perces demót kiraktam Facebookra is, uh, Youtube-on is fönt van, és azt kell mondjam, hogy, hogy aki, aki látta a demót, most értély fogja, miről beszélek. Tehát, hogyha a Warframe képes lesz felvenni, már mint nem tehát a digital extrém képes lesz meglátni mondjuk a negativitásokat a hasonszörű játékokban, amik hasonló útvonalon járnak, mint most a Warframe próbált csinálni ezzel a Open world del hogyha azokat valahogy elkerülik, mert ő, 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 nekik mondható talán, hogy, hogy új lesz ez a pálya, és vannak ugye cégek, amelyek Előrév járnak ezzel, de hogyha az, az hogy képesek uh, um, jól kezelni és tanulni az ő sikerükből, vagy épp hibájukból, hogy egy jobbá tegyék ezt az egészet, akkor a warframe egy elképesztően uh, nyert, nyert ügye lesz. A Plains of Eldolon semmi újat nem mutatott úgy a gamer világnak, úgy ankomplet, hogy hogy, hogy, jaj, de új és nagyszerű, és ilyet még nem látunk című történet. Nem, nem erről van szó, hanem arról, hogy a Warframe világában ez egy hatalmas szó. Tehát az, hogy ebbe az irányba rakják a Warframe-et, számomra, számomra kihangsúlyozva a Warframe, föl fog emelkedni az ilyen Destiny szintjére mondhatni, de bár a Destiny-nek ugye sincsen ilyen open world -je, csak így grafikailag és, és um, nagyság szinten. És, és őszintén, amikor láttam ezt a gameplay videót, akkor együtt jutott eszembe, aki látta az E3, az antemnek a bemutatóját, akkor nekem ez azt a kurva, tehát könnyen meges lett, hogy vagy, vagy akár nem tudom, egy Black Desert online vagy, tehát egy ilyen szintre fölemel, ke, fölemelni a Warframe-et, sőt, tehát könnyen megesett, hogy a Warframe itt es, ezen a ponton, ha ez egy jó irányba megy, mert ez egy fantasztikus demo volt, azt hozzá kell tenni, tehát hogyha egy jó irányba ö, működik, akkor, akkor föl fog érni a AAA kategóriás játékok szintjére, és megesett, hogy tartalom ügyileg könnyedén ott is fogja hagyni. Na most mit értek ezzel a Plains of Eldolom, amit lement, láthatátok, lementél, körbenéztél, saját magadnak csinálhatsz kardokat, fegyvereket, és úgy teheted össze, hogy neked tetszik, és úgy nevezheted el, ahogy neked tetszik. Ugyanez igaz lesz például a tenóruhákra ruhákra is, sőt a tenóval azt tervezik magával, a Tenóval azt tervezik, hogy um, konkrétan harcra edzetik, tehát amire oda kerülnek, addigra a Tenó is már felnőttebb, nem egy kis törékeny emógyerek, gyerek, ahogy fogalmaztak, és, és már így kész lesz a harca, szóval remélhetőleg végre egy komplexen mozgás mozgáskultúrát kap, és több mindenre kés, több mindenre képes lesz. és um, ha és, és, és hogy végigmentünk az egészen, tehát lesz nappal éjszaka váltakozás, amint látottátok, tehát egy, egy, kisebb dinamikus környezet, is, és, és az, hogy végre az árcsvénknek is egy, egy, kisebb, egy jobb szerep jut, az, hogy Frankon lehívod oda, ott, ahol játszol azon a területen, egy három kiló, három, kilo, három kilométer, három négyzet, bocsánat, tehát három négyzet kilométeres területen árcsvingezhetsz össze-vissza a gyorsabb utazás érdekében, tehát tehát valami olyasmit láttam most a Warframe-re, uh, én speciál nagyon régóta várok. Tehát, ő, ő, ahogy mondták, ott is nem szeretnék azt, hogy mi úgy érezzük a játékosok, mint egy, egy, egy ilyen egér az útvesztőbe, vagy inkább az alagútba, hogy kibeugrálunk az űrhajóba, folyosószerű uh, gameplay-ek. Így aztán, ha ebből egyre többet fogunk kapni idővel, uh, ez, ez fantasztikus lesz. És ez, ez egy remek lépés, ugye? Beszéltek arról, hogy ezeknek a kereskedőknek, vagy ezen a nagy területen ö, küldetések lesznek, amiket fel lehet venni, társak joinolhatnak. Na most az a kérdés, hogy hányan? Tehát, hogy megmarad a négyes szisztéma, vagy most már többen is ö, fognak tudni menni vele. Tehát, mondjuk, ha én nyolcan már tudnak menni vele, az is kurva jó. De, hogyha többen, mint nyolc, vagy valami, az valami elképesztő lépés lenne, és hogy miért mondom, hogy fölérhet. Vagy még túl is lépheti akár az olyan játékokat a Warframe, mint a Destiny, vagy az Anthem később lehetségessé válhat. Az egyszerűen azért, mert a Digital Extreme-nek egyszerűen fantasztikus fantáziája van megkreálni egyedi dolgokat, és a Warframe teljes mértékben reprezentálja ezt az egyediséget, és... Nem lehet elvenni a Warframe-től azt, hogy maguk a Warframe-ek mennyire öm, egyediek, különlegesek, képesség terén változatosak, fegyverek terén változatosak, a, és a modulás erre még ugye egy, egy szintet rátesz erre a változatosságra, és megemel, öm, még, még ugye külön is választja a játékosoknak az egyediségét valamilyen szinten, hogy mindenki egy sajátos stílus képviseljen. És, és ebben a Warframe. Öm, elég nagyszerű, azt kell, hogy mondjam, és hogyha minden jól megy, tehát az én elképzelésem ezzel kapcsolatban, ez a demo kapcsolatban az az volt, hogy egy kicsit mellőzni akarják a mostani grindot és az erre kiélezett hogy mondjam, játékot, vagy netán modolás, vagy valamit, és ezt inkább egy szórakoztatóbb, casual de nem megfeledkezni a Warframe uh, mélységéről, gondolok itt most a, a modulásról, nem megfeledkezni a Warframe mélységéről, demolás szinten uh, uh, modulás szinten úgy a uh, játékról és ahogy értelmeztem amit mondtak miután lejárt a demo és láthattuk azt a nagy szentientet kijönni, hogy a nappal lesz a lazább szint, de hogyha oda akarsz csapni akkor az éjszaka lesz a durva szint, remélhetőleg, tehát gondolom ez logikusan járhat azzal, hogy az éjszaka jobban esik minden, és jobb cuccok is esnek, de keményebb is lesz a harc, és igen, tehát ha, ha tényleg ez egy kicsit visszahozza a a régi endgame-et, bár semmilyen szinten nem fogja valószínűleg, tehát egy újfajta kihívás, egy újfajta endgame-et kaphatunk, és ugye a, a, azok, akik igazán a, a, mélység szintre hajtanak a Warframe-re, azok belemerülhetnek ebbe, és hogy ott legyenek jobbak, és akik csak casual lebbek szeretnek lenni, kielvezni a Warframe-nek az univerzumát, azoknak ott marad mondjuk egy ilyen nappali szintvilág, és teljes mértékben elégedettek lehetnek öm, velük. Ez wow, ez, ez egy jó, jó tervnek látszik. E, azt kell mondjam, hogy maga ez a Plains of Eldolon hova ill illeszkedhet be történet szába, én valami olyasmire gondolok itt ugye, hogy ha most megnézzük a Warframe un univerzumot, az Orokin háború után a szentientekkel, hogy gyakorlatilag ugye minden le van rombolva, vagy feloszlottak a, a, frakciók, a Greenir Corpus Warframe-ek, és Belehelyezve a történetet a Place of Eldalon, belehelyezve az egészbe, ez valahol olyasmi, mint hogyha a... a naprendszerükben lévő élőlények próbálnának, hogy mondjam, újra feltápászkodni a háború romjaiból és egy élhető környezetet csinálni, ami ellen ugye a korpusz és a grinér sokszor eléggé megnehezíti a dolgokat, mivel hogy ugye hát ők is próbálnak túlélni, de inkább egy ilyen a grinér mint egy ilyen katonai szekció, a korpusz mint egy ilyen hát rossz indulatú kereskedői szekció, mondhatnánk így, és egy kicsit jobban lehet Értelmezni akkor így már a tenóknak a helyét is öm, az egészben, mint egy ilyen védelmi erő azon emberek számára, akik öm, próbálnak újra kezdeni és egy élhető, civilizált környezetet létrehozni a naprendszerünkben. Nos, öm, ez, 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 ez látom így, és ugye mivel, hogy a, a, például ugye a Grini-re kifejezetten hajtanak a Sentient öm, a, a alkatrészekre, és, és öm, maradványokra, így aztán egy ébredező erőt szabadítanak fel folyamatában ezekre a civilizációkra, és talán a mi feladatunk lesz megállítani ezt. Valahogy ez, ez természetesen ez csak spekuláció a részemről, valahogy így tudom elképzelni a jövőt, de nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, arra a különbségre, amit kihangsúlyoztak a nappal és az éjszaka között, ez, ez le, le a kalappa. Ez eddig nekem nagyon tetszik. Nem tudom ti, hogy vagytok vele. Tehát írjátok le, mit láttatok, mi tetszett, és hogy tetszett, mert nekem ez így eléggé bejött. A másik pedig természetesen mutattak, bemutatták az új Warframe-et, ami egy ilyen, hát ilyen üveg alapú Warframe, tehát így jellemezték. Kicsit mondták, mondták is egy kulcsmolatot ebbe az egészbe úgy kéne elképzelni, mint a Terminátor 2-ben a, a rossz terminátort, hogy így tud alakokat felvenni, és az egyszerűen ki tud magából olvasztani éles tárgyakat. Tehát konkrétan ez, ezt, ezt mondták róla, hogy így éles tárgyakat tud megformálni magából én Engem már megvettek kilóra, valószínűleg, bár valószínűleg inkább azért vettek meg kilóra, vagy a fantáziám nagyon elszárnya, hogy milyen ötleteket lehetne vele csinálni. És a másik dolog pedig uh, Hydroid Prime, és Hydroid Prime természetesen uh, Hydroidra fog várni egy rework is uh, ezzel kapcsolatban. Kíváncsian várom, én őszinte leszek veletek, én, én úgy vagyok elégedett a dal, ahogy jelenleg van, tehát nekem teljesen, teljes értékben bejön, és ha hiszitek, hanem az egyik leghasználtabb warframe között van. Most a minap néztem át a listát, hogy melyek a leghasználtabb warframe és konkrétan így kb. a negyedik helyen áll a leghasználtabb warframe között. Úgyhogy én, én, igazából tökre elégedett vagyok, úgy az hidroiddal van, de várom a reworköt mindenképpen. Tenogenszkineket mutattak be, és úgy és általános, ugye voltak kérdez, volt kérdezfelelek, voltak hülye kérdések, voltak jó kérdések, teljesen mindegy. És um, a végére hagyták ugye azt a azt a nagyon-nagyon-nagyon kevés um, trailert, ahol egy Excalibur umbra uh, feltűnt. Na most a, az igazság az, hogy én nem vagyok túl hype-olva az umbrákra. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, tehát nekem annyira öm, nem színpik. nem azért nem színpig, mert hú, de nem rosszul néz neki, vagy nem akarok, inkább, inkább soknak tartom már, tehát számomra az umbrák, a, a sima Warframe-ek és a prime -ok felett még az umbra is valami olyasmi, amit én nem, ke nem feltétlenül keresek már a Warframe-ben, tehát nekem már egy kicsit kezdett unalmas, és öm, sok lenni az, hogy folyamatosan kapunk újabbnál újabb warframe -eket. Jó, persze, ha lesz 100.000 Warframe, valamikor a 100.000 fajta játékos és típusú ember, és hatalmas változatosságot adhat a játéknak, hogy sose láss két egyforma forma dolgot gyakorlatilag, sose láss két egyforma forma két egyforma fegyvert, és ez tök jó de sokkal, de sokkal jobban szeretném én személy szerint, hogyha a questekre fókuszálnának, az érdekes történetekre, és ez sokkal-sokkal jobban tudna engem motiválni, hogy játsszuk a játéka, mint újabbnál, újabb Warframe-eket kelljen kifarmolni, mert az unalmas és ami az umbrát, umbrákat illeti, ugyanezt gondolom, tehát nem szeretnék umbrákat farmolni, mert nem, úgy gondolom, hogy nem tesz jót a játéknak egy újabb Warframe sorozat, mondhatni így, és csak abban reménykedem, hogy nem lesz sok belőlük, abban reménykedem, hogy a, a történet fókuszáltabbak lesznek, hogy, 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 inkább élvezzük a történetet vele sem, mint hogy sorozatgyártásban jöjjenek ki az umbrák, mert elveszítik az értéküket. Tehát remélem, hogy valami nagyon jó dolgot tudnak velük csinálni, amitől értelmet nyer az, hogy legyen egy umbrám, és hogy el tudjak vele dicsekedni, így mondjam. Szóval, hogy, hogy nem az csak az lesz, hogy á, kijön az újabb umbra, rá egy hétre az újabb prime, és hozzuk az új warframe is, a simát, és a mindent meg kell szerezni, nem, nem, nem szeretném, hogyha egy ilyen hatalmas grindfest lenne a a warflex mert, mert úgy annyira már a, a, én, én speciálj, már az eleje óta játszom az értéka, nekem ez már nem fán. Kurva sok warframe van már, így is, és ezeknek a prime változata, és, és mm, kicsit kicsit feleslegesnek érzem. És ugye ráadásul ha az umbrákkal azt tervezik, hogy nem az, hogy egy új új megvilágításba helyezett meg és új típusú meg jönnének Umbrának, hanem a régieket Umbrásítják, tehát egy sként ráhúznak a régire, az nem jó. Legalábbis számomra, nekem, nekem az annyira nem. Nos, nem tudom, mi a ti véleményetek? Mit gondoltok az Umbrákról? Mik lesznek ők? És egy újabb, egy Grindflees lesz az Umbra, és továbbá hogy, tehát, hogy látjátok ezt a, ezt a nyitott világot? Ti szerintetek jót fog ezt tenni a Warframe? Legtöbb játékos lesz, változatosabb lesz a játék? Szerintem igen, tehát öm, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti várjátok -e ezt, tehát ezt kérlek írjátok le. És hát ha tetszett a videó, dobj el lájkot, iratkozzatok föl, következő videóig, sziasztok!